Ismét szeretettel köszöntök mindenkit. Most a talajon fogunk egy jó pár gyakorlatot csinálni. És arra kérném, aki idősebb és egyáltalán nem tud talajra lemenni, akkor sem kell feltétlenül kihagyni ezeket a gyakorlatokat, csak picit könnyítve fogjuk csinálni, széken ülve is nyugodtan lehet akkor, hogyha nem bírunk. Viszont, hogyha csak nagyon nehezen tudunk lemenni, de le tudunk talaj szintjére menni, akkor úgy érdemes, hogy egy picit egy ilyen nagyjából Google vagy féltérdelő helyzetből indulva, és úgy próbálunk megtámaszkodni, hogy az egyik kezünkről a másik térdünket nyújtva picit úgy engedjük óvatosan le a popsinkat. Jó, aki nem tud a térde miatt bármi oknál fogva letérdelni. Jó, és ahogy már itt vagyunk a talajon, szépen lassan azzal fogunk kezdeni, hogy nyújtott lábbal leülünk, és itt egy picit beállítgatjuk itt is a testhelyzetünket, ahogyan eddig mindig a testhelyzet beállítással kezdtünk, itt is ezzel folytatjuk. Két lábat, ahogy tudjuk nyújtva, akinek nagyon kötött a lába, hát az egy picikét behajlítja. Jó, és köldök behúzással kezdünk itt is, két kezünk kényelmesen lehet magunk mellett. Köldök behúz, popsi egy picit befeszít, enyhe le a pockazárás, aki tudja, nyugodtan kinyújthatja a térdeket. Betoltam a nyakamat itt is, és nyújtózkodok fölfelé, szinte olyan, mintha itt is megemelkedne a popsi, és lazítok, elengedem a tartásomat, olyan nagyon kényelmes, jóleső helyzetbe. Jó, megint köldök, popsi behúz, lapocka, nyak, nyújtózok fölfelé, és lazítok, megpihenek. Na, még egyet, beállítom a testhelyzetemet, nyújtózva fölfelé, ahogy eddig már tanultuk, haspopsi, lapocka, nyak, nyújtózok fölfelé, és a lábaimmal is most megpróbálok rányújtózni. Jó, hogy igyekszem a tért hajlataimat minél jobban a talajba nyomni, és a sarkakkal nyújtózkodunk a törzstől ellentétes irányba, hogy megint csak fölfelé nyújtózik a gerinc, viszont a lábak előre, kicsit nehéz, meg furcsa, de meg lehet csinálni egész ügyesen. Jó, hogy törzsen nyújtózunk fölfelé, végig enyhe lapockazárás, és nyújtózunk sarokkal, azt érezzük, hogy nagyon feszülít végig a lábunk, nyújtózunk jó nagyot, lazítunk, pihenünk, na még egyet, törzs, nyújtózunk a két lábunkkal, igyekszünk a lapockát is csak egy picit korrigálni, és lazítunk. Most, hogy egy picit lazultak a lábok, szépen lassan rátesszük a kezünket ide a combunkra, tulajdonképpen a térd fölött. Kicsivel a térdünk fölött, egyenes helyzetből indul a törzsünk, ezt már szépen megéreztük, szóval nyújtózunk fölfelé, minden marad ugyanúgy, ahogy beállítottuk, és szépen belegördítünk. Most egy jó kis cica hátat csinálunk. Érdemes a kezet úgy tenni, hogy a négy ujjunk az itt befelé legyen, és a nagy ujj meg kifelé nézzen. Jó, gömbölyítjük, domborítjuk a hátunkat, és kiegyenesedünk, nyújtózunk, megint domborítjuk a hátunkat, és kiegyenesedünk, nyújtózkodunk. Ilyenkor is vigyázzunk arra, hogy a vállaink lent maradjanak. Megint domborítunk, amennyire csak bírunk, kis cica hátat csinálva, és nyújtózunk fölfelé a törzsünkkel. Na, még egyet, domborítunk a hátunkkal, és nyújtózkodunk. És marad ez a nyújtózás, mivel már olyan szépen megéreztük, megtanultuk, lejjebb csúsztatjuk a kezet. Jó, ki hol tudja megfogni, lábszár középnél is tökéletes, ha olyan ügyesek vagyunk, már bokánál is lehet a kezünk. Én most akkor ide teszem lábszár középre, itt is nyújtózunk, és érezzük már, hogy döntöttebb helyzetben van a hátunk, már nehezebb, itt is húzódik, itt is nagyon húzódik, és itt nyújtózkodunk egyelőre, leengedett laza vállakkal, törzsen fölfelé, és réhen fölfelé nyújtózik, picit itt is betolt nyakkal, s réhen föl, és utána itt is ugyanúgy domborítok. Jó, csak egy picit lejjebb mentünk, egy szinten lejjebb. Megint kiegyenesedünk, nagyon nyúlik hátul az izmunk, nyújtózunk fölfelé a törzse, nyakam behúzva, törzs nyújtózik, domborítok. Amennyire csak tudok, beledomborítok a hátammal, és megint nyújtózok fölfelé, s réhen fölfelé a törzsemmel, nyakam betolom, és domborítok. Azaz is, ez egy szépen lassan érezzük is, hogy lazít,
és most már megyünk egész ellemére, jó, ki meddig tud, aki tud, rá is fekhet a lábára, elérjük, ha tudjuk, a lábujjunknak a végét. Az a cél, hogy egyre jobban lazuljanak az izmaink, de tényleg ne erőltessük túl magunkat, hogyha még nagyon kötöttek vagyunk. Jó, itt fogjuk megint először domborítani, belekapaszkodunk a lábujjunkba, ha tudunk, ha meg nem, csak a bokát érjük el, akkor a bokánkba. Jó, és domborítunk, olyan, mintha akarnám tolni hátrafelé az ágyéki gerincemet, és közben érzem, hogy húzódik itt végig a vállam is. Jó, és szépen lassan most, ameddig csak tudok, ráfekszek a lábamra. Jó, és itt is igyekezzünk a hátat minél egyenesebben megtartani, és a vállat most lazán tartjuk, szóval, hogy nem húzom a kezemmel a lábam, lazán ott van a kezem a lábamon, és nyújtózok törzsel itt is, arra figyeljünk, hogy a nyakat betoljuk, és ne az állal nyújtózunk, hanem a fejbúbbal, hogy fejbúbunkkal nyújtózunk jó nagyot, közben még a tért hajlatunk is lennmarad, és lazítunk, na most domborítunk bele a hátunkkal jó nagyot, és megint nyújtózkodunk, laza a kezem, jó, akár el is elengedhetném a lábamat, az a lényeg, hogy minél mélyebbre menjek le a törzse, és nyújtózkodjak, azaz, és domborítok. És még egy utolsót fogunk nyújtózkodni, jó, hogy ugyanúgy lazák a kezeim, ráfekszek szinte a lábamra, senki se keseredjen el, hogyha nem megy. Nem is az a lényeg, hogy feltétlenül ennek sikerülnie kell, csak hogy igyekezzünk a saját kis határainkat tágítani. Jó, és betoljuk a nyakunkat, nyújtózkodunk fölfelé és réhen. Itt már nagyon jó lesően húzódik végig a hátunk. És még egyet domborítunk. Azaz. Lazítunk, szépen lassan, akinek szükséges így visszasétálgatni, visszajöhetünk itt a combunkon, egy picit nyújtózunk, és hátra letesszük a kezeinket, míg egyelőre nem fekszünk teljesen hátonfekvésbe, maradunk így, nyújtott lábbal, és egy picit ilyen pipas piccet csinálunk a lábfejjel, jó, hogy magunk felé pipálunk, és utána spiccelünk a lábfejjel, egy picit lejjebb csúszva, pipálunk, spiccelünk, és próbáljuk jól átfeszegetni a combokat, a vádlit. Jó, az a cél, hogy megérezzük, hogy jól feszül, dinamikusan, de feszülnek az izmaink. Szépen vissza, le. Nem kell most megtartsuk sokáig, hanem szépen csak átmozgatva. Jól visszafeszítem, megfeszül a combom, a vádlim, és ilyenkor egy picit feszítsünk rá a farizomra is most. Jó, ahogy pipálunk, és utána lefelé feszítjük spiccbe a lábfejet. Ilyenkor csak a combjainkat érezzük, meg itt az előső lábfejemelő izmunkat. Jó, és megint visszapipálunk. Jó, megfeszítjük a combot, a popsit is. És lazítunk, nyújtózunk a lábujjainkkal spiccbe, és a combjainkkal előső lábszárunkkal nyújtózkodunk, és egy utolsó pipát, jó? Jó nagyot pipálunk a lábfejünkkel, combunkra, popsinkra feszítünk rá, visszapipálunk, és ellazítunk, szusszanunk, és szép lassan le fogunk menni hátonfekvésbe, jó, így óvatosan, lassan, akinek fájósabb egy picit, jó, óvatosan legördülünk, letesszük ide a kis kezeinket a talajra, és először azt fogjuk csinálni csak, hogy felnyújtjuk a kezeinket ide a fül mellé, és elkezdjük behúzni a köldököt, jó, hogy olyan, mintha itt is a gerincünkhöz próbálnánk közelíteni a köldökünket, jó, azért, hogy próbáljuk a talajba nyomni a derekunkat, és ahogy ez megvan, ahogy közeledik a derekunk a talajhoz, jó, nagyot nyújtózkodunk a két kézzel, két lábbal ellentétesen, és lazítunk, pihenünk, megint köldökünket behúzva, derekunkat igyekszünk közelíteni a talajhoz, jó, nagyot nyújtózkodunk két kézzel, két lábbal, picit ellentétes irányba, és lazítunk, megint csak köldököt behúzva, ezt végig úgy tartjuk nyújtózkodás közben, és úgy nyújtózunk, jó, nagyot ellentétes irányba, lazítunk, és most feltesszük talpra az egyik lábunkat, én most a jobb lábamat fogom, és a bal marad nyújtva, leteszem ide magam mellé a jobb kezemet, és marad a bal kezem fönt, jó, szóval
azonos oldali kéz meg láb, nekem most a bal oldalam. Köldökön behúzom, derekam leszorítom, és jó nagyot nyújtózunk így is, úgy ellentétes irányba, kézzel, lábbal, lazítunk olyan jól esően, megint köldököt behúzva a derekam, igyekszem a talaj felé szorítani, jó nagyot nyújtózkodok, azonos oldali kezemmel, lábammal, és lazítok, pihenek. Na még egy utolsót, köldökön behúzva, jó nagyot nyújtózok, azonos oldali kezemmel, lábammal, és lazítok. Le is csúsztatom a kezemet, cserélünk lábat. Jó, most nekem a bal lábam maradt talpon, jobb lábamat kinyújtottam, jobb kezem kinyújtom, hasam behúzom, és jó nagyot nyújtózunk a jobb oldali kézzel, lábbal. A másik oldal az most pihen, és lazítunk. Megint jó nagyot nyújtózkodunk, azonos oldali kézzel, lábbal, de most csak ezzel a jobb oldalunkkal, és lazítunk. És na még egy utolsót nyújtózkodunk, jó nagyot nyújtózunk, és lazítunk, pihenünk, leengedjük a kezünket is, és talpra húzzuk most mind a két lábunkat, egy picit le lehet rázni a combokat, a lábat, ahogy jól esik, jó, azaz is, leszorítjuk a derekat most ismét a matracba, köldökünket behúzva, és egy picit megemeljük a sarkat, jó, így billentettem, ez is egy ilyen kis medence billentés, de lent marad a derekam, jó, hogy sarkam felemeltem, hasam, derekam, lazítok, sőt, még egy picit tolom is fölfelé a hasamat, itt van egy ilyen kis alagút, úgy alagúta a derekam és a matrac között, megint a hasam behúzom, derekam leszorítom, szépen visszapipálok, és megint kialakul egy ilyen kis alagút. Itt is billentgetem egy kicsit a medencénket, biztos már ráéreztünk, rájöttünk erre. És megint tolom fölfelé egy picit a hasamat. A derékfájósok ezt óvatosabban, jó, hogy ott nem kell nagyon felfelé tolni a hasat, csak éppen egy picikét érezzük meg a billegetést. Na még egyet, feltolom a hasamat, és utána behúzva a hasamat, derekam leszorítva, pipálok a sarkammal, sarkon állok és pipálok a bokámmal, és lazítok, leteszek minden, és leszorítva a derekamat most a matracra, egy picit sétálok előre. Jó, csak azt érezzük meg, hogy ez itt szépen tart ez az egész derékháti régió. Előre sétálok, szinte teljesen nyújtott lábig, marad itt ez az egész rész feszítve, és szépen lassan visszasétálok. Lehet nyugodtan sarkon sétálni, és lehet talpon is. Jó, ahogy jól esik, szépen lassan sétálok, sétálok, azaz, szorítom le a derekamat, szorítom a hasamat, érezzük már, hogy egy picit a hasunk is dolgozik, de nem olyan vészesen, szépen lassan sétálunk, és sétálunk vissza. Ha nagyon megemelkedne a derekunk, akkor nem kell annyira előre sétáljunk. Nyugodtan lehet csak picit fél útig, és akkor sétálunk vissza. Jó, azaz is, visszajövünk középhelyzetbe, lerázzuk itt is a lábainkat, szusszanunk, és egy picit gördülni fogunk, jó, megint egy picikét dinamikusabban, hasbehúz, popsibe feszít, két kéz lazán marad a talajon, és szép lassan elkezdünk csigolyáról csigolyára gördíteni itt is. Jó, hogy lassan-lassan emelem a törzsemet. Érezzük is, hogy szépen végig egy egyenes vagyunk a térdünktől egészen a mellkasunkig, és lassan-lassan gördítve letesszük a talajra a törzsünket, vissza, megint hasunkat, popsinkat befeszítve, szépen lassan emel a törzs, jó, lassan, azaz, és lassan gördítve visszaletesszük. Már csak kettőt csinálunk belőle, jó, ebből csak öt darabot csinálunk. Köldök, popsi, szépen lassan gördítve emeljük fel, hogy lassan-lassan haladva, és lassan megint leengedjük a talajra a törzset, megpihenünk, szusszanunk egyet, összecsukjuk a két lábunkat, kitesszük oldalsó középtartásba a kezeinket, és elkezdünk eldőlni az egyik oldalra csak a lábakkal. Óvatosan csak a lábbal. A fejet viszont ellenoldalra forgatjuk, és igyekszünk mind a két kezet lent tartani. Ha lehet, akkor így a tenyerekkel lefelé a talaj felé, és próbáljuk ott tartani a kezet. Nem kell nagyon erősen szorítani, csak hogy lent maradjon, lent tartjuk,
és érezzük meg, hogy egy picit meghúzódik, jó, hogy óvatosan húzódik a hátunk, egy kis nyújtás, és visszajövünk középre, eldőlünk másik oldalra a lábbal, és a fejjel most erre csavarodunk ellentétes irányba, hogy a fej mindig igyekszik a törzshöz képest ellentétesen mozogni. Megtartjuk egy picit még, még egy picit, és lassan jövünk vissza. Egyszerre, ha tudunk, a fejjel, meg a törzsel jövünk vissza. Jó, a lábunk eldől megint balra, a fej meg szépen megy jobbra nálam most. És a két kéz marad ugyanúgy lent, amennyire csak tudjuk, megtartjuk. Kicsit megérezzük a húzódást, még egy picit tartsuk meg, és visszajövünk középre, és utolsót megyünk másik oldalra is, hogy lassan elcsavarodunk, szépen lassan megtartjuk, lazítunk, egy picit igyekezzünk direkt ellazítani, hogy ne feszítsük görcsösen az izmainkat. És lassan visszajövünk középre, mind a fejünkkel, mind pedig a lábainkkal, és visszahozzuk a kezeket a törzs mellé, és most a jobb lábat fogjuk kinyújtani, jó, a bal marad lazán talpon, jobb lábat kinyújtjuk, megpróbáljuk itt is a derekat leszorítani a matracba, köldök behúzásával, jó, és szépen lassan így integetve emeljük a lábat. Ez jót fog tenni a keringésünknek is, akinek van egy kis baja a lábában a vérkeringéssel, picikét így integetünk hozzá. Jó, és végig megpróbáljuk így átfeszegetni, dinamikusan egy picit átfeszegetjük a lábunkat. Azaz így szépen lassan leenged, megint felemeljük, és még egyet leengedjük. És most ugyanezt a lábat úgy fogjuk emelni, hogy körzünk a bokával. Jó, csak körbe-körbe. Ez mellesnek picit a vénás tornában is alkalmazható ez a gyakorlat. Egy picikét így, egy kis zárójeles megjegyzésként. Azaz, és leengedem. Na, még egy utolsót. Mindig hol erre, hol arra forgatom a bokámat. És leengedve megint csak forgatom. Lassan-lassan, amíg már érzem, hogy bizsereg az egész lábam, és lazítok, lerázhatjuk, ha jól esik, és visszatesszük talpra, kinyújtjuk a másik lábat, és leszorítva a derekat, azt ne felejtsük el, hogy a derekunk meg a hasunk behúzva marad, és szépen így integetve emeljük fel ezt a bal lábat most, integetünk végig, visszafelé, odafelé, szép lassan engedjük le, azaz, és megint integetünk, integetve emeljük fel, és lassan-lassan integetve engedjük le a lábat. És most jöhet a körbeforgatás, hogy úgy emeljük fel, igyekezünk a derekat végig lent tartani, forgatjuk másik irányba, azaz, és úgy tesszük le. Na, még egy utolsót emeljük, jó, és úgy fogjuk forgatni körbe-körbe minden irányba, másik irányba is forgatva, szépen lassan letesszük, és most már úgy marad lent a lábunk, ezt is lerázzuk, megpihentetjük, visszahozzuk talpra mind a kettőt, és megfogjuk a térdeinket, a kezeinket, az egyiket húzzuk csak hashoz, vigyázzunk a derekunkra, leszorítjuk a derekat a matracba, felemeltük az egyik lábunkat, és kinyújtjuk a másikat a talajra, igyekezünk leszorítani a lábunkat, húzzuk egyre jobban a hasunkhoz közel, gyakorlatilag az azonos oldali vállunkhoz igyekszünk itt is, és nagyot nyújtózkodjunk a nyújtott lábunknak a sarkával. Jó, érezzük, hogy ezzel is jó alaposan megnyújtjuk, és lazítunk, pihenünk. Megint nyújtózkodunk egy jó nagyot, hasunk irányába próbáljuk húzni ezt a behajlított térdes lábunkat, másikkal nyújtózunk jó nagyot, és lazítunk. Na, még egyet, nyújtózunk jó nagyot, azaz, amennyire csak bírunk, és lazítunk. És egy picikét ezt arra is meg fogjuk nyújtani a lábunkat, ami a ellenoldali vállunk. Jó, ez azért jó, mert hogyha valakinek netalán kicsit zsibbadna már a lába, vagy picit a farizom, itt a láb környéke úgy nagyon kemény lenne, akkor ezt az úgynevezett körteképű izmot is egy picikét le tudjuk nyújtani. Jó, ezzel a mozdulattal, hogy ellenoldali váll felé húzom,
ezt a bal lábamat, vagyis én most a jobb vállamhoz húzom, és közben a másik láb az ugyanott marad lent, nyugodtan nyújtózkodhatunk vele továbbra is, és lazítunk, ebből nem is kell sok, még egyet nyújtunk csak vele, jó, hogy húzom az azonos oldali vállam felé, másik meg nyújtózik, és lazítok, leteszem a lábamat, szépen cserélünk, jó, a másik lábamat húzom hashoz, ezeket sajnos itt szépen lassan kell csinálnunk, nehogy megrántsuk az izmainkat, érezzük is, hogy szépen megnyúlnak, jó, nyújtózkodunk a lábunkkal, én most a bal lábammal lefelé, jobb lábamat meghúzom egészen ide hasamhoz. Ide az azonos oldali, vagyis jobb vállam felé húzom, nyújtom, megtartom egy picit a véghelyzetbe, és visszaengedem, lazítok. Megint csak húzom egy picit az azonos oldali vállam felé, közben a másik lábam nyújtózik lefelé, ameddig csak tud. És lazítunk. És most jöhet a keresztbe. Jó, most a bal váll irányába. Húzom, elkezdem szépen lassan húzni, óvatosan. Jó, hogy nehogy nagyon meghúzzuk, másik lábunkkal nyújtózunk jó nagyot. És lazítunk. Na, még egyet. Húzom az ellenoldali vállamhoz. Másik lábammal egy picit rányújtózok. És lazítok, pihenek. Leteszem a lábamat, másikat is leteszem, egy picit pihenek. Jó, és ide teszem a kezeimet most a csípőmhöz, picit belekapaszkodok. Jó, és ezzel még egy picit megnyújtjuk a hátunkat. Billentem a medencém, ez a hasbehúzással történik, és próbáljuk lefelé tolni a kezeinkkel a csípőnket, oda a lábunk irányába. Jó, de úgy, hogy le van szorítva közben a derekunk. Szóval, hogy toljuk le. Hogyha kényelmetlen itt a csípőnél, lehet itt combtőben is fogni, de érdemesebb pici csípőnél, hogy nyújtjuk egy picit ezzel meg a derekunkat, és lazítunk. Billent a medence, kicsit hasamat behúzom, nyomom lefelé, tolom a kezeimmel, a lábam, a sarkam irányába tolom a csípőmet. Közben itt igyekszünk még a törzsel is nyújtózkodni most. Jó, hogy betoltam a nyakamat, és nyújtózok fölfelé a fejbúbommal. Nyújtózok jó nagyot, és lazítok. Megint csak köldökön behúzva lefelé tolom a két kezemmel a csípőmet, nyújtózok fölfelé a törzsemmel közben, és lazítok, megpihenek. Nagyon jó volt, most már csak kinyújtjuk a két lábunkat, és ahogy az elején csináltuk, nyújtózkodunk, és megint csak behúzott köldökkel, jó nagyot nyújtózkodunk ellentétes oldali kézzel lábbal, és lazítunk. Megint nyújtózkodunk ellentétes oldali kezünkkel, lábunkkal, köldököt egy picit behúzva. És lehet olyankor mély levegőt venni, amikor lazított helyzetbe vagyunk, és próbáljuk kifújni a levegőt, miközben nyújtózunk, és lazítunk. Mély levegő és egy utolsó rányújtózás. Fújjuk ki a levegőt, nyújtózunk jó nagyot ellentétesen, és lazítunk, letesszük a két kezünket, és egy picit fel fogok most már ülni. Jó, és ennyi volt a fekvő tornánk a derékfájósok meg idősebb fiatalok számára. Úgy fogunk felülni, hogy talpra húztuk a lábunkat, szépen oldalra dőltünk, és a kezeinkkel toljuk fel magunkat. Hogy szépen lassan a kezünkkel feltolva magunkat jövünk így ülő helyzetbe. És egészségére mindenkinek a tornát!